Nagy szeretettel köszöntöm a Tiszavasvári Televízió nézőit. Ismételten nehéz feladat előtt a Tiszavasvári, hiszen ezúttal is egy éllovast fogad, méghozzá a Mándok csapatát. Mondom ezt azért, mert a legutóbbi hazai mérkőzése is a listavezetővel volt a Tiszavasvári együttesének. Akkor a Nagy Halász volt a listavezető, és ugye emlékezhetünk rá, hogy egy 2-2-es döntetlen sikerült akkor kiharcolni. Hát a mai nap is mindenképpen meglepetésre lenne szükség, sőt, hát ismételten a forduló meglepetése lenne az, ha a Vasvári pontot vagy pontokat tudna rabolni a jelenleg listavezető Mándok csapatától. A vendég mándokiak majd fehér szerelésben lépnek pályára, és ahogy említettem, jelenleg az első helyén állnak a bajnokságnak 19 fordulót követően. 12 győzelmet, 4 döntetlent és 3 vereséget számlál Kis Gábor együttese. Az a Kis Gábor, ugyanis a mándokiak vezetőedző, aki ugye korábban Tiszavasvári edzője is volt, és jelenleg 40 pontot szorgoskodott össze tehát a mándoki együttes, és ezzel vezetik a bajnokság táblázatát. A Vasvárinak nagyon kemény mérkőzései voltak, és ugye emlékezhetünk a Halász, Nagy Halász elleni hazai 2-2-re. Most azóta kétszer idegenben lépett pályára a Tiszavasvári együttes, és hát nem sok babért termett a csapat számára. Tarpán 3-1-re kapott ki Nagy István vezetőedző együttese, majd Ibrányban egy meglehetősen nagy zakó következett, 7-0. Hát ez egy kicsit így nem várt vereség volt, legalábbis az arányait tekintve. Nyilván az Ibrány és egy éllovas gárda, de talán ez a különbség az előző meccsek függvényében azért semmiképpen sem volt borítékató. Tehát így összességében nehéz helyzetben a Vasvári, a Mándok sokkal jobban, hiszen 3 nagy rangadót is meg tudott nyerni. A Kisvárdát 3-1-re győzték le hazai pályán, a Nagy Halászt idegenben 2-1-re, majd hazai pályán a Tarpát is 2-1-re gyűrték le, tehát minden amellett azért itt, hogy a Mándok a kőkemény esélyese a mérkőzésnek. Hamarosan kezdetét veszi tehát a találkozó, itt a két fél gyorsan azért párszor tér felett választott nap lehet az, amely meglehetősen zavarja a játékosokat. Kiváló labdarúgíró fogadja az ide látogató szurkolókat, illetve a csapatokat is értelemszerűen. Bízunk benne, hogy egy jó mérkőzést látunk, egy olyan meccset, ahol a Vasvári azért talán majd a jobbik arcát fogja mutatni. A Vasvári meg is kezdte a mérkőzést, gyorsan elmondanám még a két csapat kezdő 11-ét, kezdjük a vendégekkel. A Mándok csapat kapujában Virág Csaba, 2-essel Kohut Kamárk, 3-assal Ari Attila, 4-essel Dalos László. Közben már egy vendégakció, 9-essel Bagyos Levente, 11-essel Szabó Tamás, 13-assal Buda Péter Pál, 16-ossal Pallai Gergő, ugye ő is játszott korábban a Vasvári színeiben, 17-essel Vesdel Iván, 27-essel talán a legismertebb mándoki játékos Bodnár László, mindenki bociként ismer, és ugye a Debrecen csapatával bajnoki címet szerzett, illetve többszörös válogatott magyar labdarúgóról van szó, aki 40 évesen most Mándokon pattogtatja a labdát, illetve Hegedűs Tibor még a vendégek kezdőjében. Balosnál a labda, pörgetést pedig Szojka Tamás fejeli haza. És akkor, hogy említettem, a vendégek vezetőedzője az a Kis Gábor, aki ugye korábban a Vasvári kispadján is helyet foglalt. Nézzük a Vasvári csapat kezdőjét, hiszen jelentős esemény nem igazán történt ez idáig. Susánszki kezd ezúttal is a kapuban, 2-es Szojka Tamás, 5-össel Huszti Gergő. Közben egy vendégakció, úgyhogy itt ajaj, gólhelyzet, és épp hogy csak sikerült kirúgni a labdát ott a kaputorkából. Szóval 5-össel Huszti Gergő, 7-essel Bakos Tibor, 10-essel Lajos Tamás, 11-essel Lakatos Gyula, 12-essel Száros Ádám, 15-össel Szojka Gergő, 16-ossal Új Levente, 17-essel Bolega Sándor, illetve 18-ossal Bolgár Dénes alkotja tehát Nagy István kezdő 11-et, és akkor most már koncentráljunk a találkozó első szögletére, amelyet tehát a vendég mándokiak végezhetnek el. Nincsen magas beadás, csak egy visszaborítás, aztán most egy középretett labda. Túlságosan hosszú, a vendégek elégedetlenkednek. Mindenképpen a mérkőzés elején azért észnél kell lenni a csapatnak, hiszen legtöbbször azért az okozta a legnagyobb problémát a Vasvári számára, hogyha korán bekap a csapat egy gólt, és utána már azért nehéz mérkőzésben maradni, főképpen a valóban ilyen jó csapatok ellen, mint a Mándok. Kohutka, Szojka Tamás, illetve Lajos Tamás állítják meg, utóbbi volt szabálytalan.
gyorsan elvégzik a vendégek. Lapos passzok. Ajaj, ez veszélyes gólhelyzet. Susánszki jön ki kiválóan. Lallos került ott hajtóablak Zicserbe. Kicsit el megpattant a labda. Előtte is Susánszki is jól mozdul ki a kapujából. Nem említettem még a két csapat őszi mérkőzését, és azon 3-0-ra nyert a Mándok. A most is pályára levő Dallos 2 góljával, valamint Baggyos Levente is jól tudott szerezni, ugye mindketten a pályán a mai nap folyamán is. A védekezést nagyon rendbe kell tenni a vasvárinak, és megállítani a mándoki rohamokat. De azt gondolom, hogy kisítőnek sem szabad lenni, bár hát nyilván nehéz lista vezetővel játszani, még hazai pályán is. Vasvári bedobás. Következhet egy újabb. Na, azt már nem sikerül elérni, túlságosan is hosszú. Kirúgással jöhet a Mándok. A Vasvárinál gyakorlatilag száraz. Ádám ékként elől próbál meg zavarni. De pályán Bolega Sándor is, úgyhogy némileg azt lehet, hogy két magas játékossal próbálkozunk. Lakatos egy finom csellel megtartja a labdát, ügyesen, ez az, nem kell kapkodni. Szolyka Tamás előre. Szárazhoz nem jut el, sőt le lopja a labdát Szabó. Ezúttal is jó védekezés, és jól is hozzuk ki a labdát Lajos. Indul a bal oldal. Kiváló, száraz, ott a lehetőség. Ajj, a passzal volt baj, pedig Bolega teljesen üres volt. Száraz kézi középen. Rossz a labda Bolegától. Labdaszerzés, aztán elcsúszik sajnos Szolyka Gergő. Jöhetnek a vendégek, és ott egy kicsit megnyílik a középpálya. Baggyos bicikli cselekkel. Dallos kidobja a szélre. Kohutka. Megint Dallos, középre ívelés. Szolyka Gergő előre, jól lépegetünk egyelőre vissza. Szolyka. Lakatos. Tovább tudja még estében is tenni, de sajnos csak fehérmezes van ott. Dallos nézi megint, hogy kit lehetne indítani. Huszti lépett vissza, remekül az emberére. Középreadás, nem talál embert Bolega a labdája. Buda. Vesdel. Bodnár. Bodnár kéri vissza, meg is kapja, majd átdobja a bal oldalra, szépen fejlődik fel a mándoki akció. Lassan lövőhelyzet, de szerencsére odaér egy vasvári láb, és akkor most fúj a játékvezető. Nézést kérek a kedves nézőktől, technikai problémák miatt nem sikerült megkapnom a mérkőzés játékvezetőnek nevét, nem működik Tiszavasvárjon, és jelenleg az eredményjelző sem. Ami fontosabb viszont, hogy a mándokiak jönnek szabadrugással, egy nagyjából
22 méterről Susánszi kapujától, és hát mindenképpen veszélyes szögből nagy lehetőség vendégeknél. Bodnárt látom készülődni. Hát egy másik vendégjátékos is, nem Bodnár rúgja el végül. Saját játékosát találja el. Vesdel volt az. Új, milyen labda lehetett volna, középen érkezett. Üresen Vasváriból száraz, de nem jutott el hozzá végül. Azért jól látszik, hogy kontrából azért sebezhető talán az a Mádoki együttes. De hát ehhez pontosabb labdák kellenének, hiszen többször volt már itt azért kiugrásra készen, akár Bolega, akár száraz. A vendég együttes kapja meg a labdát, játékvezetői ítéletet követően. És akkor most jöhet egy vasvári szabadrugás. Huszti rúgja előre. Sajnos hamar elveszítjük. Hörgetés Baggyostól. Ezt viszont mi füleljük le, sőt most már jöhetnénk ellenakcióval. Egy öre hosszú az átadás Bakos irányába. Kohutka. Egy apró szabálytalanság. Most Bodnár maradott elvégezni ezt a pontrugást, és nagyon sokan előre jönnek a Mándoki együttesből. Két személyes a vasvári sorfal. Bodnár azért képes lehet ugyanis arra, hogy elvállalja. Meg is teszi. Összességében nem jelentett nagy veszélyt. Az önbizalom megvolt a korábbi válogatott labdarúgótól. Susánszki kapuja viszont abszolút nem forgott ezúttal veszélyben. Érintővel próbálkoztak a vendégek, Valós nem indult viszont Bodnár labdájára. Ott figyelni kellene hátul. Bolgár keveredett bele. Nem várt szituációba. Sajnos most nagyon nyom a Mándok, nem igazából tudjuk megtartani a labdákat. És általában csak szabálytalanság árán sikerül megállítani a Mándoki játékosokat. Most már sokadik pontrugása ez a fehérmezes csapatnak. Ez is kapura. Ez már biztató volt. Csapódott le a lövés, de Susánszki valószínűleg jól látta, hogy ezúttal sem lesz probléma. Mindenesetre Baggyos lökete azért jóval veszélyesebb volt egy összességében, mint Bodnári az imént. Nem győzi kirúgni a labdákat Susánszki, talán ő van eddig a leginkább főszerepben.
szerencsére továbbra is góltalan a tiszavasvári kapusa, kapott gól nélkül a mai mérkőzésen. Bodnár Lakatos sanyargatja, aztán jön Szolyka által a segítség. Egy gyors bedobás. Szabó átteszi a bal oldalra, meg próbálunk letámadni ideje korán. Buda teszi tovább a labdát, Kohutka kényszerítő, Bodnár meg elhúzza a lábát, Lakatos. Bodnár feltápászkodik, hogyha maga komótos módján, Lakatos elnézést kér, sőt nem is Lakatos, hanem maga a tiszavasvári csapatkapitánya, Szolyka Gergő, aki ott is marad egy személyes sorfalként. Újabb szabadrugás. Ez is veszélyesen jön be, aztán egy az egyben maradt ott Gyorsvári és egy mándoki játékos. Szerencsére előbbi tudta kifejelni a labdát. Nagyjából 15 perc telt el a mérkőzésből, és hát eddig egy-két vasvári megiromodást leszámítva azért a mándokiak veszélyeztetnek. De nagyon úgy tűnik, hogy sikerül átvészelni ezt az első 15 percet, amely meglehetősen kritikus tud lenni olyan mérkőzésen, ahol a sereghajtó játszik a lista vezetővel. Csak nagy kérdés, hogy tényleg a nagy halászt sikerült úgy, ahogy meglepni. Bár még a 17. fordulóban sikerül-e vajon a mándoknak is egy picit borsot törni az orra alá. Nyilván a srácokban nagy a bizonyítási vágy. Egyre inkább távolodnak a bentmaradási esélyek, de hát rengeteg forduló van még azért hátra, és nem gondolnám, hogy egyelőre tényleg számolgatni kellene, gyűjtögetni kell a pontokat, és akkor majd a végén kiderül, hogy lesz esélye a csapatnak azért, hogy maradjon a bajnokságban. Ott a hege! És ha azt nézzük, akkor most már azért sok nehéz csapat ellen túl lesz a vasvári, azért tényleg a Tarpa, az Ibrány, a Nagyhalász, a Vándok, hát előtte a Kisvárdát finoman szólva is azért más kondíciók mellett és lehetőségek mellett szerepel a bajnokságban. De jönnek majd azok a mérkőzések is, amelyek mindenképpen fontosak lehetnek. Ha meg sikerül begyűjteni egy-egy bravúrt, akár volt ez a Nagyhalász elleni 2-2 is, az mindenképpen csak pluszként tevődhet hozzá. A vasvári teljesítményed is jó jöhet majd bármikor. Dallos teszi tovább a labdát. Jön is egy beadás megint. Veszélyes, ott a fejes, és elkerüli végül Susánszi kapuját. Jó lesz figyelni arra, hogy ne adják be ilyen könnyen a vendégek. Magdos nagyon nehéz tartani, ugye jó felépítésű játékos. Rettentően érzi a kaput. Na most talán sikerül megtartani. Kiváló csel Lakatostól. Ari figyeli le. És hátra kerül a labda egészen most. Kohutka. Bodnár sem tud hozzájutni. Száraz és Dalos. Száraz nagyon jól beáll. Nem szabálytalankodnak ellene. Aztán végül megelégszik a vendégcsapat azzal, hogy fautolják Száraszt. Na, ez így már sokkal tetszetősebb, hogy mi rúgunk szabadot.
Bodnár rácsingózik itt zavaróként, Szojka végül középre tekeri. Ott van még a labda. Na, hoppá, ekkora védés. A vendégek erről nagyon lemaradtak, és talán, hogyha ott beadás jön, akkor még inkább veszélyeztetettünk volna. És már felírhatjuk azért az első vasvári lehetőséget. Virág végzett. Sőt, újból jöhet a vasvári. Ez is jó, de nem végül lesz. Hát így van, ezért is kell azért bátrabban játszani, hiszen meg lehetnek a lehetőségeink. Akár egy ilyen pontrugást követően két csapatból egy-egy játékos maradt lent, hogy egy pici kisebb szünetet követően végül Virág hozhatja játékba a labdát a szabadrugást követően. Remek labdaszerzés Lakatostól, tovább tett labda is nagyon jó, Bolegától kapja vissza, becsúszó láb, Hegedűs érkezett Nagyrösssel. Jól játszik itt a bal oldalon egyelőre fiatal Lakatos. És abszolút nem ijed meg a feladattól, pedig hát itt azért Bodnárral találja például szembe sokszor magát. Fejjel tovább a labda, nem lesz ez jó, úgyhogy kirúgás időközben. Virág kirúgása. 20 perc telt el a mérkőzés, és 0-0 a találkozó állása. Volt a kemény percek a vasvári számára. Úgy néz ki, hogy sikerült túl lenni ezen az időszakon, és most már azért néha-néha támadásokra is futja Nagy István csapatának erejéből. Újabb szabadrugás a vasvári javára. Ezúttal most a jobb oldalról. Hát ebben is benne lehet a veszély. Na nézzük, hogy sikerül esetleg élni ezzel a lehetőséggel. Jól jön középre a labda, ott a lehetőség. Mindig ott van. Ajj, aztán ott lehet, hogy kézre is pattant a labda. Nem ért igazából hozzá úgy vasvári játékos, hogy kapura lehessen tenni. De hát a második pontrugás is azért jócskán hordozott veszélyt magában, szerencsére. Rövid idő alatt a harmadik vasvári szabadrugás. Szolika Gergő teszi ezt is középre, ezt kifejelik most a vendégek. Tevődött a játék most szerencsére a Mándok térfelére. Újabb bedobás. Bolega küzd. Ez is jó egyelőre. Visszagurítás. Na, valaki lőni fog, ott a helyzet. Ajj, de kár ezért a befejezésért. Új Levente érkezett, hát ebben sokkal több lehetőség is volt akár. Kiváló volt a visszagurítás, és most már nem első alkalommal sikerült azért zavarba hozni a mándokiak védelmét.
Bodnár. Nagy rendülettel középen. Vesdel teszi ki a bal oldalra. Talos lép vissza a labdáért. Ki a szélre, Kohutka. Rendszeresen érkezik itt a jobb oldalon, most befele cselez. Ez jó váltás. Most kéne figyelni, és Usánszki. Jól olvasta a játékot. És jöhet az ellentámadás. Kiváló csel. Bakos indul meg egy szalamozással. Bakos megint tovább tolja. És vissza is kapja a labdát. Bakos, ez meg gól helyzet lesz. Bakos lő, és gól! Hát Bakos nem sokat tétovázott. Lendületből egy-két cselt húzott, aztán visszakapta a labdát. És tulajdonképpen első szándékból laposan ellőve a labdát. Virág mellett megszerzi a tiszavasvári számára vezetést, hát mintaszerű és gyors kontra támadás végén a tiszavasvári kerül előnybe. Nem bírták tartani a vendégek a lépést Bakossal, aki kiválóan kapta vissza a labdát Szárasztól. És viszonylagosan azt mondta, hogy könnyedén helyezte a labdát Virág mellett. Bravó, srácok! Főképpen azért volt egy olyan 10 perc, amikor nem gondoltam volna, hogy esetleg mi fogjuk megszerezni a vezetést, de hát megint csak azt mondom, hogy futballról van szó, bármi megtörténhet. És egyre inkább felbátorodott a Vasvári, tehát nem érdemtelenül szerzi meg a vezetést a hazai együttes. És ráadásul egy tényleg egy formás és gyors kontratámadást követően. Bodnár. Les. Jöhet a Vasvári. Kohutka dobja hátra a labdát. Pallai. Hátul adogatnak a vendégek, ez mindenképpen jó, aztán most sajnos Dalos ügyesen lépett ki. Egy lövés, ez méterekkel elkerül Susánszki kapuját. Próbálkozgat a Mándok, de hát ilyen lövésekkel szerencsére nem sok keresni valója lesz. Szolika Tamás rúgja előre a labdát, pontosabban most touchra. Huda lép ki. Átforgatja jobb oldalra a labdát. Bodnár. Talpa alatt suhant el a labda. Vagy Bodnár volt picit figyelmetlen, vagy a pályatalaja okozhatott problémát. Labdát lehetett volna szerezni, de Pallai résen volt. Dalos. Dalos nagyon aktívan játszik ott középen.
Kicsit megtaszaljuk, de nem szól a játékvezető sípja. Most viszont igen. Új érkezett. Nagy rösszel. Bagyos átadja a lehetőséget a bedobásra. Bedobást azt mégis szabad, hiszen apró szabálytalanságot Bagyos elvégezte gyorsan, és a vendégek bal oldala próbál aktív lenni. Vakos labdát szerez, illetve a vendégek hagyták el egészen pontosan, aztán mi is elveszítjük. Figyelni kell, egy lövés, ez mellé. Szerencsére a célzással azért akadnak problémái Kis Gábor csapatának egyelőre. Ami most nehéz, hogy labdát kihozzuk, hiszen a vendégek nagyon próbálnak tömörülni a vasvári tér felén. Pallai. Ari előre a labdát, és egy szabálytalanság Buda zuhant a földre. Hegedűs végzi el gyorsan. Bakos próbálja zavarni, és jól is tette, kapja is a tapsot és a biztató szavakat a kispadról, valamint a pályán lévő társaktól. Kohutka. Lajos Tamás állt jó helyen. Szolyka Tamás felborítják, nem szól a játékvezető sípszava csak most. Három pont a különbség a két csapat között egyelőre a bajnokságban. Ha virtuális mérkőzés állást nézzük, akkor viszont már csak 30, hiszen egyelőre a vasvári elnyerésre. De hát még az első félidőn sem vagyunk túl, úgyhogy egyelőre korai találkozó végkimenetéről és a begyűjthető pontokról beszélni. Ami jó, hogy vezet a vasvári Bakos góljával, és nagyon úgy tűnik, hogy egyelőre a Mándok sem tudta felpörgetni magát arra a szintre, amire szüksége lenne nekik, hogy egy kiegyenlítsék a találkozó állását. Jól tartottuk meg a labdát. Aztán utána már az indítás pontatlan. Pallai. Hegedűs rúgja előre. És egy fejjel hazatett labda. Ajaj. Nincs is meg. Susánszki nem tudta már bent tartani. A vendégeknél pedig érdekes, de egyébként jó kimondani, hogy elkezdtek
már melegíteni. A játékosok nyilván Kis Gábor elképzelhető, hogy nem elégedett az eddig látottakkal. Sarokrugás. Ojjaj, veszélyes. Épp hogy sikerült ott Husztinak kifejelni a labdát. Legjobbkor bújt ki. Fehérek pedig elméláztak egy pillanatra. Pallai. Lakatostól próbálná tovább pöckölni a labdát. Bolega is igyekszik visszazárogatni és besegíteni a védekezésbe. Két szélen pedig Bakos és Lakatos próbálnának tempót hozzátenni a csapat játékához, de egyelőre azt gondolom, hogy a csapatrészek jól együtt tudnak tényleg dolgozni a vasvári csapatában. Tartják a vendégek, Kohutka. Lakatos rúgott neki oda. Játékvezető szóban figyelmezteti a fiatal vasvári játékost. Jöhetnek szabad rúgással a vendégek. Szolyka Tamás maradott a vasvári csapatából biztosítani, és hát szép számban jönnek előre. Jól fejelő Mándoki játékosok is. Nézzük a szabadot, Dallos középre. Tudta levenni a labdát saját játékostársa elől. A vasvári csapatában egyedül Száraz, aztán utána Szabó vezeti ki a labdát, és lehetne akkor kontrázni. Szolyka, jó csend, elhúzza a lábát Pallai. Elvétik a vendégek, Bolega küzd, meg is tartja. Ez kiváló egyelőre. Na most kéne egy jó beadás, nem sikerül befele fordulni. De így is sikerült Száraznak kiharcolnia egy szögletet. És ez most tökéletes a vasvárinak. Lehet egy kicsit szusszanni, és hát kár egy újabb gólszerzési lehetőség is benne van ebben a sarokrugásban. Ott jött el a pidája, menjél már! Jött el a pidája, öreg!
Jött a labda, de Virág karjaiba hullott. Egyenesen, úgyhogy azonnal próbál indítani a vendégek kapusa. Bodnár maradt elől a vendégektől. Második ember hol van? Senki nem volt ott, használtam. Hegel is rúgott. Vele szárazba, ez jó, csak koppant. Magas leteszi a labdát Szolykának, hogy elvégezhesse. Júli, Már! Nyugodjál már le! Ezzel várjátok, hogy mindig Ádám. Szolyka Tomi dobhat. És Szolyka Geriről pattan ki a labda. Dobhat a Mándok. Szabó nyargalna, de sikerül korán megállítani. Lakatos is besegített itt a védekezésbe, és átkerült, és majdhogy nem a bal oldalra. Sajnos Bodnárhoz kerül, Bodnár keresztlabdát választ. Befele csel, de egyelőre nincs lövőhelyzet. Ez hosszúnak tűnik, de begyűjtik még a vendég ott a túloldalon. Most kéne valahogy elkerülni, hogy beadás legyen belőle. És rossz a vendégek váltása, ez így nekünk tökéletes. Nem sikerül viszont megtartani, úgyhogy jönnek megint a Mándokiak, de szerencsére ezúttal is egy rettentően rossz megoldást választanak. Hát Kis Gáborral azért kíváncsi lennék most, hogy ugyan vélekedne így majd, hogy nem az első fél, ez érvén csapata játékáról. Nyilván a Mándok azért tud ennél jobban játszani, tehát azt gondolom, hogy ilyen teljesítménnyel azért, mint amit eddig a mérkőzésen bemutattak, azért nem hiszem, hogy vezetnék a bajnokság táblázatát. De hát a Vasvári szerencsére azért egy olyan játékot nyúlt, ami egyelőre nagyon nem ízlik a Mándokiaknak. Akik egyre több hibát vétenek ráadásul, és nem nagyon találják az ellenszert egyelőre, hátrányban ugyanis focizzanak. Lakatos. Rossz helyre. Szabó. Jó lefordulás, ez most veszélyes lehet, lövőhelyzet. Szolyka Tamás áll bele. Vesdel mutatott be egy kiváló testcselt. Szabó tovább a labdát Daloshoz, Dalos beadásába belelépünk, és itt Susánszkihoz pattan a labda. Nem sok van már az első játék részből, mindenképpen jó lenne kihúzni most már kapott gól nélkül ezt a fél időt. Sőt, Balega annyira bodna meg, de utolsó pillanatban állt be elé egy mándoki védő. Azt nem is mondom, hogy már hab lenne a torta, ha sikerülne még egy gólt berámolni valahogy Virág kapujába. Egy kiváló játékba avatkozás, Bakos egy cselt is megcsinál. Nagy kedve játszik Bakos már, amikor nála van a labda, hiszen azért a hosszú idejét azért nem tudtunk támadást vezetni. De bátran vállalkozik, és ez mindenképpen jó. Szóljuk a Tamás felé ki a labdát, és a saját fejesére indulna meg. Szabó. Buda.
Bodnár, megint kifejeljük. Megint csak Szabó. Dallos tovább. És ez egy újabb pocsék vendégbeadás. Szerencsére sokat hibáznak a vándoki játékosok, legalábbis nem igazán hoznak jó döntéseket, nem tudnak egyelőre valódi veszélyt kialakítani, bár már nyilván a labdabirtoklás az ő javukra billen itt az első félidőben. De ha azt nézzük, azért összességében nagyon nagy mándoki lehetőségek azért nem voltak. Pontrugások, beadások, oda pattogó labdák, de egy jó lefordulás, de akkor meg általában pontatlan lövések követték. Hát a vasvári védelem is jól avatkozik közbe. Na, lehet egy újabb kontra. Bakos. Befele cselez. Heger is lépett ki jól. Bodnár. Kohutka. Kohutka befelé cselez, és megint csak kiválóan keresztez Lajos Tomi. Boci dobhat, ahogy sajátok hallhatjuk itt. Vendégektől nagy bedobásai vannak a korábbi válogatott labdarúgónak. Egészen biztosan be tudja a 11-es pont környékéig hajítani. Most is megtörtént. Oj, mekkora védés! Egy lepattanó labdát követően Susánszki kiváló reflexzel lábbal tud hárítani. És akkor hát ez volt az első félidő csattanója, ez a Susánszki védés. Hát szerencsére sikerül megtartani az előnyt. 1-0-al mennek félidőre a csapatok. Bakos egy ellentámadást követően tudott gólt szerezni. Egyelőre szerencsére meglepetés, de semmiképpen sem nem érdemtelenül vezet a tiszavasvári csapata. Hát bízunk benne, hogy a vezetés sikerül majd a második félidőben is megőrizni. Úgyhogy hamarosan folytatjuk, és bízunk a további jó vasvári szereplésben. Már is itt vagyunk a második játékrésszel. Mándok kezdhette ezt a félidőt. És hát előnyben a tiszavasvári együttese 45 perc játékot követően a lista vezető ellen. Kicsit féltem a mérkőzés előtt, hogy azért az előző fordulóban a 7-0-ás Zakó milyen hatással lesz a csapatra, de szerencsére eddig úgy tűnik, hogy nem marad benne ez a KO kiütés a vasvári együttesében. És úgy tűnik, hogy sikerült tényleg tiszta lappal, tiszta fejekkel kezdeni ezt a találkozót. Vendég bedobások. Hegedűs. Kohutka. Vasvári visszarendeződött védekezésre. Pallai gyűjti be a labdát. Buda
szalad keresztbe is, teszi ki a jobb oldalra. Egyelőre nagyon jól oldja meg ott a baloldali védő szerepében Szolyka Tamás is a helyét. Tehát olyan blokk az egész vasvári csapat védekezése, jónak mondható. És főképpen csapatként kisegítik egymást csapattársak. Na, hogy újabb ellentámadás lehet. Száraz tovább teszi. Ott van Bakos előtt a lehetőség. Bakos megint lövőhelyzet, gólhelyzet. Bakos lő, gól! Hát Bakos a második helyzetét is maga biztosan értékesíti. Alig kezdődött meg a második félidő, és ismételten betalál a tiszavasvári. Roppant nagy az öröm a vasvári csapatánál is. Hatalmas dicséret Bakosnak, illetve Száraz Ádámnak, aki megint csak nagyon jól vette észre, hogy üresen van Bakos Tibi, és Bakos nem sokat teketóriázva, gyakorlatilag a kapu jobb oldalába zúdított a labdát, kapufával együtt esélye nem lehetett Virágnak, tehát még annyi sem, mint az első tiszavasvári gólnál. Egyszerűen nem lett volna kapus, azt gondolom, aki kivédi. Két Bakos góllal vezette hát a tiszavasvári a lista vezető Mándok ellen. Közben figyelni kell, hiszen nézd ki, hogy próbálnak a vendégek egy fokozattal feljebb kapcsolni. Jön megint Bakos, ördöngős selekkel, aztán külsővel tovább. Ez a labda is jó, most a bal oldalon lehet veszélyeztetni, aztán sajnos ebből nem lett jó megoldás. Bakos. Most kell figyelni. Új Levente szabálytalankodik, a vendégek próbálják gyorsan elvégezni a szabadrugást, de Balos végül visszakéri, és Szabó végezhette el. Apró szabálytalanság, bár sokan felhűrtődtek a nézőtéren. Vesdel zuhant a földre. Dalos, mindesen a vendégek jobb oldala. Szolykának kell ott része lennie, hogy ne tudják beadni. Jön beadás, de már kín volt a labda. Egyébként mondtam, de nem volt csere eddig egyik csapatnál sem. A Mándoknál lett volna indokoltabb, főleg, hogy melegítgettek azért már az első félidő végén, de végül Kis Gábor nem döntött a csere mellett. Most kéne figyelni, ott egy lövés, eltörik a vendég, nagy luft volt.
Aztán ott nálunk is egy kicsit most nagy a zavarodottság, jó lenne megtartani a labdát. Dallos dobja ki a bal oldalra. Aztán Vesdel középre, ez viszont Susánszkijé. Susánszki kirúgása. Bakos. Bocsánat, Guszti próbálkozott itt a labdával. Aztán új Leventéről pattog ki. Hegedűs. Buda. Ezzel mi járhatunk jól. Lakatos. Bolega nem tudja megtartani. Ez most nagyon nagy labda. Egy lövés, és kijön Susánszki. Ott van, és Susánszki másodjára is. Hát ez most már azért figyelmeztető jel, hatalmas vendéglehetőség volt. A Susánszki két ízben is kiválóan tudott védeni. És továbbra is maga biztosan őrzi a vasvári csapat kapuját. Rendesen elkezdtek azért támadni a mándokiak. Úgyhogy jó lesz majd odafigyelni. Szerencsére most kis lélegzetvételhez jut a csapat, hiszen Szojka ellen, Manszojka Gergő ellen szabálytalankodtak a vendégek. Buda kapja középen. Bolgár lépett fel egészen előre az emberével. Bolega megtartja. Bakos. Husztinak akad nehéz dolga Vesdellel szemben, egy kicsit le is marad Vesdell. Messziről lő, és ez nem jelentetett problémát Susánszkinak. Igazából volt ez egy jó lövés. Pattogósnak pattogós volt, de azért innen nem lehet Susánszkit meglepni. Huszti dobhat. Aztán átadja végül újnak. Menjél! Ugye előre dobta, de hát nem nagyon indult meg érte Bolega. Buda. Na mi lesz vajon ebből a... És ebből egy csere. Vendégek cserélnek. Dallos helyére érkezik Dávid Róbert 10-es számmal. Hát Dallos számára ez a találkozó egészen biztosan nem lesz olyan emlékezetes, mint volt az őszi, ahol mondtam korábban két gólt is tudott szerezni a Vasvári ellenében hazai pályán, Mándokon. Thank you.
Ma egészen biztosan dalos gól nélkül telik el tehát a mérkőzés, de hát reméljük, hogy Mándoki gól nélkül fog, mert az vasvári győzelmet jelentene. Közben egy előnyszabály is jöhetnek a vendégek. Bodnár sprintel, de kiváló volt a védekezés ezúttal is. Susánszki kirúgása. Nem tudjuk sajnos megtartani. Ari. Vesdel. Vesdel befelé cselez. Egy lehetőség, felpattan a labda, aztán vissza. Ott a lehetőség. Szerencsére. Szolyka Tamás. Megint csak jó helyen volt, és sikerült onnan kirúgni a labdát. Támadgatnak azért a mándokiak. Hát az lenne meglepő, hogyha nem így történne. Kralista vezető két gólos hátrányban van, és megint ott nagyon veszélyes helyen. Ezt is sikerül valahogy megúszni. Jöhet egy újabb szögletrúgás. Egyelőre addig jól állja a vasvári a rohamokat. Ezt kifejeljük. Egy lövés. És beleállunk fel a levegőbe. Ott az egy kis támaszkodás is volt. Vesdel. Középre. A lehetőség. Ebbe is sikerül belelépni még valahogy önfeláldozóan. Egészen elképesztő néha, amit a vasvári összecsúszik, mászik. De hát ez nagyon jó látni, végre a csapat egy arcát mutatja. Rettentően motivált tiszavasvári együttese, és tényleg most valódi csapatként játszunk. Száraz. Elvétik a vendégek. Hallai vigyázat, hatalmasat, Bakos lőhet, Bakos lő keresztbe. Oj, épp, hogy csak mellé megy ez a labda. Hát majdnem sikerült lekopírozni. A második vasvári találatot ugyanígy indult meg Bakos, annyi, hogy akkor Pallai a közelében sem volt, most viszont hatalmasat hibázott a vendégek védője. De Bakos ugyanúgy helyzetbe került, és ugyanúgy megpróbálta a hosszúba magasan, legalábbis fél magasan ellőni a labdát, hát nem sok hiányzott az újabb dugóhozott Virág kapujába, de hát ne legyünk telhetetlenek, marad a 2-0-ás előny. Ébet szép lett volna pedig egy harmadik gól is. Az egyben egy Bakos mester hármast is jelenthetett volna. Na de hát, ha lesz még helyzete Tibinek. Közben fejfejeljük a labdát. Vas a lövő helyzetben a vendégek. Megint csak sikerül ott belelépnünk, aztán elveszítjük Vesdel. Vesdel nagyon bekapcsolta a rakétákat. Rettentően veszélyes lett itt az iménti percekben, mert tudni sokszor befelé is cselez. Egy vasvári játékos maradt lent időközben, de szerencsére nincsen nagyobb probléma. Jól van már Huszti, úgyhogy folytatódhat a játék. Hatalmas bedobás, kifejeljük. Ollózási kísérlet, ez nem jön össze. Újabb vendég próbálkozás, és sikerül megint csak kipikázni a labdát. Nagy most a nyomás Susánszki kapuján. Egy lövés. Gól. Hát ezt nagyon eltalálta a vendégek játékos, a Szabó Tamás. A Susánszki is úgy tűnt először, hogy talán azt hiszi, hogy fölé megy a labda. Hát jókora. Löketet indított meg vendégek játékosa. Egy olyan 20 méterről sistergős a labdát indított el, és nagyon csapódott le
Susánszky nem igazából tudott rá reagálni. Hát visszajönnek a mérkőzésbe a vendégek ezzel a Szabó Tamás góllal. Nem igazából számított senki sem lövésre. Stán Susánszky is egy picit először a mérkőzésen későn reagálta le. Kicsit kint is állt talán a vasvári kapusa. De hát elég jól eltalált lövés volt ez Szabó részéről. 2-1 a találkozó állása, és hát nagyon sok van még hátra. Az már biztos, hogy izgalmakban azért nem lesz hiány hátralevő időszakban. És akkor ilyenkor értékelődött volna fel az iménti kontraakció, ahol mellé durrantotta a labdát Bakos Tibor. Az bemegy akkor 3-0, és helyette most van egy 2-1. Sokkal nehezebb helyzetben a vasvári, de hát még mindig nálunk az előny. Heged is tovább teszi a labdát. És akkor jön a mérkőzésen az első tiszavasvári csere is. Bodnár Attilát látom készülődni. 8-as számmal, sőt lesz majd egy másik vasvári csere is, ha jól látom. Méghozzá Mészáros is készülődik. Nagy István tehát úgy érzi, hogy frissíteni kell, váltani kell. Hiszen visszajött a mérkőzésbe Mándok Bolega, hagyja el a pályát. A másik pályát elhagyó játékos pedig majd Huszti Gergő lesz. Elfáradtak mindenképpen, Huszti is hatalmas munkát végzett. És hát Bolega is sok pár harcot megvívott ott a vendég védők gyűrűjében. Mindenképpen szükség van a friss erőkre. Mészáros is beállt át 6-ossal. Ugye most télen tette át ide a székhelyi Tiszavasváriba, korábban a Tiszaújváros együttesében futballozott. Ő is fiatal játékos, hát az egész vasvári csapatról elmondható. Ari térül, fordul, visszateszi a labdát Pallaihoz. Buda sarokkal tovább Budához, de nem jut el a labda. A gólszerző Szabó teszi most ki a jobb oldalra. Kiváló labdaszerzés. Lakatos jöhet. És elgázolják Száros Ádámot. Újabb kontra lehetőség volt kibontakozóban, úgyhogy ezt most a vendégek jól érezték, hogy inkább falttal állítják meg. Hegedűs kapott sárgát az iménti ütközésért. Jól látható volt a szándék, nem tudjon róla lefordulni Száraz. Egyébként abszolút nem durva a mérkőzés, szerencsére sportszerű keretek között zajlik egyelőre a találkozó. És ez volt az első sárga lap az egész mérkőzésen. Elszáll a szabadrúgás, ott mindenki feje fölött. És Virág Csaba igyekszik elvégezni a kirúgást. Rossz fejes a vendégektől. Jöhet a vasvári. Labdaszerzés. Na, ott egy kontra lehetőség. Ajj, egy kicsit későn jött a labda, és ez egy már les lesz. Nincs les. Ott a lehetőség is ballal fölé. Hirtelen azt hittem, hogy későn jön a labda. Ezek szerint nem volt les.
és hát Új Levente volt az, aki végül kibrusztolta így magának a lehetőséget. Nagy kár, mert újból be lehetett volna vinni. Egy jókora ütést a Mándoknak. Hát vannak azért vasvári lehetőségek, most már tényleg azt mondhatjuk, hogy a kontráinkban benne van a veszély. Ön elképzelhető, hogy azért rugni kellene még egyet, mert tényleg azért a Mándok támadgat. És azért még rengeteg idő van hátra. Felénél járunk a második játékrésznek, egy újabb vendégpróbálkozás. Jól védekeztük le, egy megkerülős csel, nem? Szolykához megint egy ellentámadás kibontakozó van, kiváló labda. Lakatos. Ez is jó, aztán rossz irányba próbáltuk megcselezni. A cselt bemutatni száraz. Kezd szétszakadni egyelőre, most a pálya, a vendégek is azért próbálnak mindent feltenni egy lapra. Podnár középre. Jó a visszavett labda. És ezt is úgy néz ki, hogy megúszunk. Lakatos. Ez most nem ment emberhez. A szerencsére a vendégek is elvétik. Kiváló. Új. És akkor ez kimegy, illetve elképzelhető, hogy les is lett volna, ezért nem indult. Száraz. Palai. Buda. Járatják a vendégek a labdát, de szerencsére most nem nagyon tudnak közelebb jutni. Kisebb szabálytalanság, és akkor így most vendégszabadrugás. Ezeket azért jó lenne limitálni, hiszen pontrugásokból azért főképpen az első játékrész elején nagyon veszélyes volt a Mándok. Bodnár szabadrugása. Hosszúra jön, elszáll minden fehérmezes fölött szerencsére. Szolyka szándékát leste ezúttal le. Kóutka, sőt jönnének a vendégek megint csak. Ajaj! Oroszlánként küzdünk ott hátul. Tényleg azt jó kémadni, hogyha valaki esetleg lemarad, vagy akár hibázik egy picit, akkor mindig jön úgy egy segítő láb. A többiektől, akik még bele tudnak avatkozni, el tudják piszkálni onnan a labdát, és akkor még mindig ott van Susánszki, ha ezek sem jönnének, de hát tényleg azt gondolom, hogy a mindent kiad magából ma a tiszavasvári együttes. Rettentően harcosak vagyunk, és nagyon tudatosan játsszuk azt a taktikát, mert valószínűleg Nagy István megálmodhatott erre a mérkőzésre. Ari. Pallai. Nincs csípszó, úgyhogy megint jöhetünk egy kontrával.
Egy kicsit hosszú, visszapattan a labda, és sajnos kéz. Hát... Nagyon tiltakozott Száraz Ádám. Mondom őszintén, tényleg egy becsúszó láb volt, nem úgy tűnt. De legalábbis Száraz egészen biztosan nem ütött bele a labdába kézzel. És hát így azért zicser helyzet alakulhatott volna ki. Száraz ráadásul a reklamálásért kap egy sárgalapos figyelmeztetést is. Hasvári csere van készülőben időközben. Amíg itt próbálunk egy kicsit az iménti szituációval foglalkozni. Lakatos húzza a lábát. Sokat dolgozott ezen a mérkőzésen. És jól látható, most már a sérülés akadályozza, és akkor helyette Tóth László érkezik a pályára 13-as számmal. Harmadik cserénk ez most már, ha jól számolom. Mészáros. És kiveszi a részét a vízekezésből. Lajos Tamás irányítja folyamatosan az egész csapatot hátulról. A vendég szabadrugás következhet. Három fős a vasvári sorfal. Nézzük, mi lesz ebből, egy lágyan középvetett labda. És akkor ott lesz már. Itt veszélyes volt, Susánszkijval ütközik. Egy vendégjátékos. Reméljük, hogy Susánszkij nem sérült meg. Túl súlyosnak nem tűnt az eset, de egyelőre nagyon nehezen áll lábra, valószínűleg a lábát fájlalja. Ráléphetett esetleg, vagy rúghatott az egyik mándoki játékos. Nyilván itt szándékosságot azért nehéz feltételezni. Mindkét fél igyekezett a labdát megszerezni. Jön az ápolás, addig elmondanám a kedves nézőknek, hogy a mérkőzés megelőzően is volt már egy izgalmas találkozó, méghozzá az ifjúsági csapatok mérkőzése, ahol hátrányból felállva végül nagyon izgalmas mérkőzésen 3-3-as döntetlent játszottak a tiszavasvári fiatalok a mándokiakkal. Azért is fontos szintén, mert ifjúsági csapatunk az előző fordulóban szintén belefutott egy nagy vereségbe. 6-0-ra kaptak ki Ibrányban, úgyhogy most azért mindenképpen jobbik arcát mutatta Sinka László csapata. Sikerült a pontszerzés a mándok ellen. És egyelőre úgy tűnik, hogy sikerülhet a pontszerzés a felnőtt csapatnak is, hiszen egyelőre ...75 perc játékot követően a vasvári áll nyerésre Bakos Tibor két góljával. Azt gondolom, most már itt legyen bármi, és mindenképpen csalódott lenne bárki a tiszavasvári mércszorítók közül, hogyha nem sikerülne ezt a mérkőzést pontokkal vagy ponttal befejezni. Sőt, hát kicsit így az egyik, eddig látottak fényévében talán már a döntetlen is kisebb csalódás lenne, hiszen emlékezhetünk a Nagyhalász elleni mérkőzés, és ahol szintén nyert helyzetben volt a vasvári. És a végén meg kellett elégedni a döntetlennel, ami szintén egy
összességében egy kiváló teljesítmény volt, csak hát az a baj, hogy a döntetlenért nagyon keveset fizetnek, mármint pontokat tekintve. Egy pont, oly közben egy lapos lövés Bagyostól, megúsztuk. Susánszki még mindig bajlódik a lábával, Bagyos megy segíteni, elvégezni idézőjelesen ezt a kirúgást. Szóval tényleg azt gondolom, hogyha legyen itt bármi, akár megint egy döntetlen, mint a Nagyhalász ellen, az akkori lista vezető ellen, a 17. fordulóban, az semmitvel sem vonna le a csapat teljesítményéből sokat, de hát tényleg a bajnokságtál aztán egy döntetlenekkel nem igazából lehet megindulni. És akkor hatalmas taps közepette hagyja el a pályát csapatkapitányunk. Szójka Gergő a pályát, akinek a helyére Vadász Dávid érkezik 14-es számmal. Szójka Geri is kiadott mindent magából ez a találkozón, és a hátralevő alig több mint 10 percben Vadász adott a lehetőség, hogy helyettesítse csapatkapitányunkat. Hátuladogatnak a vendégek, szerencsére egyébként a félpályánál Hegedűs. Vendéglabdaszerzés, Bodnár egyből középre, egy keresztbe elszáll a labda, és szerencsére megint van vasvári játékos, méghozzá Mészáros, aki ki tudta rúgni onnan a labdát. Jöhet a szöglet, tehát a veszély nem hárul el. Hosszú oldalra Susánszki öklözi ki a labdát, méghozzá nem is rossz helyre. Száraz egyedül, teljesen magára hagyatva, és hát ő is már azért az ereje fogytán, ugye a találkozó a utolsó 10 percéhez közeledve. És Hegedűs labdája. Tehát Bagyos nagyon elkezdett aktív lenni. Csatár szerepköre mellett a labdaszedő falatokat is ellátja. Hát sürgős bizony a Mándok csapatának, nyilván lista vezető azért finoman szólva sem engedheti meg magának egy fiaskót a tabella utolsó helyezetjétől. És hát tényleg, ha megnézzük a Mándok eredmény sorát itt az elmúlt időszakban, akkor nagyon kiszámíthatott erre az eredményre. Szabó teszi tovább a labdát, ismét nála a labda. Vele vigyázni kell ugye itt a góljánál. Bakos nem tudta kitenni a labdát, pedig Bodnár tált kiugrásra készen, éppen Bakos helyén, ha talán fordítottan alakul ki a helyzet, akkor jó. Talán egy szabálytalanság volt ott Mészárossal szemben, de maradt végül nálunk a labda. És Mészárosan Bakos volt az. Gigászi küzdelem, a vasvári továbbra is tartja egy gólos előnyét. 10 perc lehet hátra a találkozóból, ki kell húzni ezt valahogy most már, srácok. Ez a mai teljesítmény mindenképpen győzelmet érdemel, csak hát legyen ez meg papíron is.
Beszorítja a Mándok most a Vasvárit. Szolyka kanalazza ki. És akkor jöhet majd szokásos Bodnár óriás bedobás. Menj is elvégezni. Lajos Tamás fejeli ki. Középre tett labda egyből, és Usánszki. És szabálytalanság a kapussal szemben. Szerencsére csak Susánszki a földön, a Vasvári nem fogott padlót a mai mérkőzésen. És a kirúgás követően a tudatában hozhatjuk játékba a labdát, hogy még mindig nálunk az előny. És minden esélyünk megvan arra, hogy két várra fektessük a lista vezetőt. Szabó elégedetlenkedik. Már pedig a játékvezető jól látta. Az iménti szituációt. Kezdezés és jöhet a Vasvári. Polgár végzi el. Bakos. Nem marad sajnos nálunk a labda. Na, meg kéne tartani valahogy. Új ki a szélre. Tóth indult volna meg. Szolyka Tamás szabadrugása. Na, most lehetne rástartani, ott a lehetőség, és végül lövés helyet marad. Ugye szalasztott le, hát gyakorlatilag hazaadás szerűséget, nem is ért hozzá, hogy sikerült lövéssel befejezni ezt az akciót. Talán ha első szándékból próbálkozunk, akkor jobb siker koronázhatta volna. Bakos apró szabálytalansága, Buda adta meg magát könnyen. Újabb szituáció, amit valahogy majd el kell hárítani. Bagyos végzi most el ezt a szabadrugást. Na, vajon kapura lövi-e Bagyos? Aj, elcsúszik ott a sorfal, felugrott. És bizony, majdnem így veszélyes lett, hiszen azért Susánszki nem sok mindent láthatott belőle, de szerencsére annyira lelassult a labda, hogy volt ideje reagálni a tiszavasvári hálóőrének. Száraz egyedül. Meg kell tartani. Talán most egy kicsit, ha hamarabb szabadult tőle Száraz, ott volt Bakos is akár kiugrásra készen. Virág egyből. Ki a kaputól távol. Igyekeznének a vendégek, jönnek is. Már rendesen, de egyelőre a Vasvárban még mindig van energia. Talán a cseréknek is köszönhetően, de tényleg úgy tűnik, hogy nyilván fáradt a csapat, de egyelőre mindig van olyan ember a csapatban, aki hozzá tud még tenni, és oda tud érni a nehéz szituációkban is. Mészáros küzd.
végül a vendégek dobhatnak. Bodnár ki, Bakos, jól veszi le. Száraz. Ez így nagyon jó bedobás a Vasvár javára. És új Levente fogja majd bedobni, avagy mégsem, csak előzékenyen átadja a lehetőséget fiatal Mészáros Tamásnak. A játékvezető is most már sürgeti a Vasvárit, sőt, ez már időhúzásnak minősült, úgyhogy Mészáros kap egy sárgát. 3 perc lehet hátra ugye a rendes játékidőből, számításaim szerint. Azért a lemenő nap is zavarja a csapatokat, és ez most nem igazából a Vasvárinak kedvez. Aj, közben nagyon jó labda kihozatal Mészárostól, Bakos. Száraz. Ez is jó. Még mindig tovább lehet tenni, ott a lehetőség. Na nézzük, Ejjecsel még. Aj, de kár, hogy nem sikerült lövéssel a Tótnak. Kicsit túl komplikálta ezt a kialakult helyzetet fiatal vasvári játékos. Talán ott az első állítás követően, ha megnézte volna a kaput Tóth, akkor egy lövéssel is lehetett volna dönteni a találkozót végérvényesen. Hát így sincs okunk elégedetlenkedni, hiszen szöglet fog következni, mert majd Bodnár végez el, ha elvégzi igazából. Valószínűleg csak kis szöglet lesz a vége, így is van. Megpróbálunk most már a hátrálévő időben labdát tartani. Hát ezekből a kis szögletekből általában szoktak jó kisülni, ezúttal is így lett. De legalább nem tudják gyorsan előrehozni a labdát a vendégek. A másra nem, erre legalább jó volt. Elképesztő küzdelem itt a találkozó utolsó perceiben is. Szabó. Megállítjuk Budát is valahogy. Száraz visszajön védekezni. És még egy támadásra is lehet időnk. Kontratámadás 4-2 ellen. Áj, most nem kellett volna talán lőni. Tóth kapja a leszúrást. És két rossz döntés a részéről. Az imént lehetett volna lőni, mostán passzolni, hiszen sokan voltunk. Ajaj, közben jön, és Susánszki. Nem sikerül azonban nagyon messze rúgni, Bodnár szedi ott össze. És akkor ez. Susánszki kezei között fog véget érni már, mint támadás, így is van. Újabb másodperceket elnek el, és tulajdonképpen letelik a rendes játékidő. 2-1-re vezet a Vasvári továbbra is a Mándok ellenében. És Mészáros hozza ki a labdát. Mészárosban még rengeteg energia, ez is jó. Mészáros kapná vissza. Nagyot küzd, de nem fér a labdához. És Mészáros szabálytalan, pedig ez most így tökéletes. Gyerünk vissza. Virág kirúgja. Mennyi lehet vajon még hátra? Egy apró szabálytalanság, jöhetnek a vendégek. Sokan most már azért erejük fogytán, és legvégén. De most már nincs mese, valahogy ki kell bírni a hátra levő időt, ami itt a hosszabbításból van, és akkor kijelenthetjük, hogy a nagy halász elleni pontszerzés követően egy még nagyobb bravúr sikerül majd szerezni. Meg is van ez. Susánszki rá hasal a labdára, és nem akarja ereszteni.
Szóval úgy néz ki, hogy egyelőre nem rossz az, hogyha a listavezető érkezik hozzánk. Hát kíváncsi vagyok majd a későbbiekben, hogyan alakul a bajnokság. Elég szoros azért ott az eleje a Nagyhalásszal, Ibránnyal, Nyír Gyulajjal. Ajaj, közben itt figyelni kell még, ez most itt lehetőség sajnos. Középre tett labda, és elmegy keresztre. Megúsztuk ezt is. 20, hát itt azért nagyon üresen maradt Magyös a bal oldalon, de neki se igazából jött össze most a mérkőzésen semmi, hiába szerzett gólt az ősszel. A Tiszavasvári ellen ma az ő számára sem termett babér, mint ahogy nagyon úgy néz ki, a Mándok számára sem fog itt a mai délutánon. Susánszki teszi le a labdát, és hát nagyon sokan már a hármas sípszót várják. Vajon fog-e még hozzátenni a játékvezető? Egyelőre úgy néz ki, hogy igen. De hát a Mándokiak tér felén a labda. Egy hosszan előre vágott indítás, de ez is nálunk marad, és sikerül megint csak kihúzni onnan a veszélyes zónából. Tóth letámad, ami mindenképpen jó, és egészen Virág próbálkozik megint egy előreíveléssel. Ő is akkor egy hatalmasat bele megint, vissza a feladóhoz, Szabó is ezzel próbálkozik mindent előre. Most kéne elrúgni valahogy, így is van. Bedobás. Mészáros rúgta ki a labdát oldalt, új labda kell. Na, ezt kéne még valahogy megúszni. Bodnár szokásos, hatalmas bedobása következhet. Jön is. Fejelés. Jaj, na hol pattal le? Jó helyen. Bakos indul meg. Bakos kihozza. Róla megy ki a labda. A játékvezető még mindig nem fújja le a mérkőzést. Szabó. Ezt is kifejeljük, és akkor most van vége a találkozónak. Bakos Tibor duplájával sikerül Kétvárra fektetni a listavezető Mándokot, és bezsebeli a három bajnoki pontot ezzel Nagy István együttese. Hatalmas respekt, hatalmas gratuláció a Tiszavasvárinak, hiszen óriási akaraterővel, szenzációs összpontosítással és koncentrációval vívták meg ezt a találkozót Nagy István tanítványai, és ezzel sikerül az eddigi hét bajnoki ponthoz hármat hozzátenni, ami mindenképpen azért bizakodásra adhat okot. A következő mérkőzésen egyébként majd Csengerben lépünk pályára, majd következhet a Nyír Gyulaj április 6-án 16 órai kezdettel. Hát bízunk benne, hogy akkor is majd egy jó mérkőzésre számítunk. A mai napra megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.